Megjött hozzánk Kassa TV. Ha bazi nagy jacuzziban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. TV! TV! Kassa TV, Kassa TV, Gyorsan egy fontos dolog, milyen az út? M3-as, Szada, környéke, bejövő, nullás, minden oké? Szadán nagyon csúnyán a fák letérdeltek az útra, tehát azt lehet látni, amit mindenütt máshol, hogy a jég ugye rá, vagy az ónos eső ráesett a fákra, és szépen az letérdeltette a fát az útra. Orbitális szóváltásba is kerültünk a párommal, aki ugyanis hát úgy volt vele, hogy hát ez csak egy ágannak, hogy kicsit meghúzza a kocsodat, mi is egy ilyen 50 kilós fáknak teligázva kimentünk. Kimondta, kicsi bogaram, írtó cuki, tényleg egy 4 hónapos jog, és elmagyarázta nekem, hogy azt nem lehetett volna kikerülni, mert ja, mellette, ő vezetett. Igen, aha. Párom. És ment, és akkor egy 40-nál, és akkor mondom, kicsi, az, neki mentünk egy 50 kilós jeges fágnak. Nem, mert azt nem lehetett volna kikerülni, mert ott már hárok van. Kicsim, gyere, üljél át. Most visszamegyünk, és megnézzük, hogy ne, ki lehetne kerülni. Visszamentél. És az a baj, muszáj voltam megmutatni, hogy vissza tudunk menni, és ki tudjuk kerülni az 50 kilós jeges fágat, anélkül, hogy letörni a tükröt. Úgyhogy, ez egy presztízs harc. Tehát ha nagyon sülésen ülsz azért, mert akkor a párod vezet, és hát te beleszólsz, ha a másik oldalon ez egy harc. És mondom, ott megálltunk, de tudod, az elején mindig figyelek rá, hogy ne húzzam fel magam. Ti fölhúzzátok magatokat, hogyha láttok ilyen, tehát hogy fölhúzod magad, hogyha mondjuk látsz, hogy melletted kialakul egy szituáció, és végignéz Danyosról? Hát ha az ő autójával megyünk, akkor kevésbé. Na jó, igen. Értem. Igen. Akkor igen, ha az én autóban megyünk, akkor azért hogy mondom, hogy ez finom, jaj! Tudod, nagyon ritkán vezeti, de akkor nagyon tudok nyögni. Pár nappal ezelőtt a következő szituáció, imádom, legnagyobb. Megyünk egy ilyen lámpánál, balra kanyarodunk szépen egy szűken kisíbe, egy ilyen elég hülye helyen van ott egy ilyen magas patka. Mondom a páromnak, kanyarodunk balra, és mondom, hogy már látom, hogy rossz szíven veszi. Kicsim, vigyázz! Pupa patka! Miért menn neki? Mert megijesztettem, mikor mondtam, hogy vigyázz! De igen, szóltál rá! Tehát én voltam a hülye, hogy szóltam, hogy vigyázz, mert ha nem mondom, hogy vigyázz, akkor nem ment volna neki. Nem azért mondtam, hogy vigyázz, mert már láttam, hogy neki megyünk, nem? Igen. Ez a ne szólj, úgy is tudom. De ha nem tudod, hát megtörtént. Igen, ismerem. Mert szóltál azért. Igen, mert beleszólsz. Mert rám kiabáltál. És tegnap kipróbáltam. Ha nem szóltál, miért nem szóltál, ha láttad? Tegnap azt mondta, szintén kanyarodtam ki, és én azt hallom az anyósülésről, hogy na most én is megjegyzem, vigyázz! Hogy hát akkor én is neki megyek a patkán. Kicsi, értem. Mondom, úgyhogy tegnap én halálén nyugodt hangon mentünk fel a dombon, láttam az 200 kilós faágat így kitérdelve az útra. Kicsim, majd figyeljünk. Kicsim, neki mentünk egy faágnak. Neki mentünk egy faágnak. De nem lett volna kikerülni, mert mellette már akkor belementünk volna az árokba. Nem ilyen tájszólással beszél nyilván párom, de igen. Ezért a hullócsillag is. De szemét az a nekem így jó. Az a hullócsillag, igen. És mondtam, hogy most kicsikén, most visszamegyünk, és megnézzük, hogy ki lehetett volna kerülni, és oda-vissza kikerültem, és marha boldog voltam, hogy 10 éves jogsival kibírtam kerülni a faágat. Azért tudtad kikerülni, mert ő már arrébb lökte. Amikor először neki mentetek, ő vezetett, ő arrébb lökte. Pont. És te már elfértél. Illetve ő már akkor begyakorolt egy ilyen ívet, és én már csak azt az ívet tökéletesítettem, ennyi, amit ő már kijárt. Na, de nem is ezzel akartam egy picit bekezdeni, Ferinek találtam egy baromi jót. Ugye rengeteget marjuk a Ferit a... 46-os gumicsizmát. Igen. Kicsi lesz az? 3XL-es slim zakót. Nem, Ferit sokat marjuk ugye az automárka miatt, amivel jár. És találtam hozzá egy őszinte hirdetést, ami végre tiszta vizet önt a pohárba. Aha, nagyon várom. Ki az az áruló, aki eladja egy valaki, igen, mondom neked, hogy milyen szöveggel adja el a kis alfácskáját, azt is szabad mondani, ugye? Persze, sokat említettek. Persze. Na, mondom neked, itt van egy kép. Neked ilyen van, Feri? Valami ilyen, nem? Mi ez? Hasonló. Azt mondjam, mi ez? Nem. Na, mondom odáig. Neked, az őszinte hirdetés Feri automárkájára. Eladó életem megkeserítője, ez a roncs. Szerencsét. Ha unalmas az élete, vegye meg, nem lesz az. Úton, útfélen le fog rohadni.
fejleszti a probléma megoldó képességet. Ha magányos, hamarosan sok új barátra tehet szert, autószerelők, vontatók, segítőkész idegenek személyében, amit ne várjon el, hogy bárhova is odaér. A gatyánkat is ráköltöttük, mégse hajlandó szolgálni, szinte mindenki van benne cserélve, de elsősorban olyan nagy lelkű, kedves, megértő ember hívását várom, aki kifizeti, kezem ad egy kalapácsot, hogy szétveressem. Őszinte. Nagyon jó. Ez alapján simán oda mennék kicsit haverkodni, és közben rögtön eszembe is jutott egy sztorit. Én meghirdettem a múlt héten egy fényképezőgépemet, és figyelj, föl kellett pakolni ilyen online-ra, és ott a karcmentes, a megóvott, a garázsban. A nem dohányzó, garázsban tartott. A garázsban tartott. Női sofőr. Csak nő által fotózott, a csak nőket látott objektív. Leigazolható kattintásszám. A kattintásszám. Figyelj, és mikor fölraktam a hirdetést, úgy rá volt írva, hogy az állapot az a makulátlantól, a makulátlan sértésnek veszem, tehát a kitűnő jobb, az... Jobb, becsomagolva. Igen, tehát, hogy ilyet jobb, nem tud így megjönni. Csak annyi, hogy örülök, hogy nem látta az, aki megvette azt, hogy egy ilyen alkoholos filccel ülök, és az ilyen apró karistokat fekete markertollal így rajzolgatom át. Fia, a legalja. De hogy én is magam láttam, hogy belehúztam magam ebbe, hogy hirdettem a fényképezőgépet, és nem tudtam, hogy hype-olni. Tehát ez a csak sejemben tartott, sejemben megfogott, nem tudom, közben egy, figyelj, ha láttam már ilyen ütött vágó. Elvitték? Figyelj, úgy vitték el, hogy izé. Miért? De nem tűnik fel senkinek, hogy hazudtam. De nem, hát alkoholos filccel, az összes karis le volt izélve. Na igen, de az le fog róla kopni előbb-utóbb. Az első esőnél már nem leszek ott. Figyelj, nem véletlen nem adunk el családba semmit. Ez nincs. Tehát, hogy családba te bármit használ dolgot adtál el. Ritke családtagok azért ritkán adjuk el egymásnak a dolgainkat, inkább odaadjuk. De hát ez fura. Mi máshogy? A család fogalmát máshogy értelmezünk, még sose adtam el anyámnak egy jó bizniszet volt. Érdekes, a családtagjaimnak még nem adtam el semmit. Anya, akkor veled valamennyit visszaadok. Haveroknak még csak a családomat ritkán verem át, de hát vannak hibáim. De közeli ismerősnek sem adsz el szívesen. A húgodra gondolsz? Igen, a 46-os tornacsukámat a húgomnak, de hogy közeli ismerőség körben is azért nem adunk el dolgot, mert tudod, hogy visszajön. Tehát vigyék el jó messzire, és amikor kiderül, hogy rohadmányosan átvertük, akkor már legyen lehetőség szerint másik megyébe, nem? Hát autót csak úgy, hogy aláíratod vele, hogy nincs reklamáció. Megnézted, tesó, tiéd, szevasz. Elvileg az adásvételi szerződésen ott van, hogy minden rejtett hibát elmondtál, és hogy... Hát de nem mondod, de hogy a vevő átvette, elolvas, és ezután már nem reklamálhat. Tehát ott van az adás. Igen, csak a vevőt nem látott többet. A rokont meg azért látott. Vagy szerintem rokonnak kell adni, például autót szörnyű. Aha. Sokkal rosszabb, mint idegennek. Ott van, azt hiszi, át akartad verni, magyarázkodsz, nem tudtál róla, összeveszik. Hát az egyik első automat, amit nagyon szerettem, azt a Berecki Zolinak adtam el. Igen, most igen, én is amúgy vörös vagy, csak festem. Nem, de hogy szép. Kicsit szorongtam azért miatta, hogy nem, tehát oké, volt minden az autóval, de azért mondjuk, hogy egy 3 hónap múlva csörög a telefon, hogy keresztbe könyökölt valahol, nem tudom, melyik autópályán az egész megállt, akkor most ott kell magyarázkodni. Én is szorongtam még, hogy megjelenik a kapunk előtt Berecki Zoltán, hogy idézték, és elhúznám a fügét. Nagyon szorongtam, meg lenne a veszély, hogy Berecki rám csörög, azért és sem tudnék nyugodtan aludni. De szemetek vagytok. De hogy az volt az utolsó, amikor ismeretségkörbe bármit így értékesítettem, mert azt én rájöttem, hogy ezt nem szabad. El kell kerülni, mert hogyha valaki távolabbra jön, annak sokkal lelkiismert furulásmentesen el lehet hazudni. És karcsmentesen eladni bármit. Ti abszolút nem, egyébként nem voltok kihirdetősek, Jani, te? Semmit? Hát én inkább vevő hát vagyok, inkább egyébként körültekintő vevő, igen, meg én hát úgy vásárolok, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon hosszú időre. De eladni nagyon ritkán adok el, inkább hát a Viki odaadok. A Viki ad el. A Viki nagy eladó vevő, igen. Hát tegnap is elvittem valami helyre, ahol találkozott valakivel, és álltam negyed órát vészvillogóval, mert ő bement egy metró aluljáróba valamit csencselni. és utána ment, mert egy 600 forintért tudta megvenni, egyébként 850 forint lett volna a boltban, nem tudom mit, és 3-4 óráig álltam, míg az Arany János utcai metró megállóban csencselt valami vadidegennel. 5000 volt a benzin, plusz 15000 a büntetés. Igen, és jött, hogy nézd, de jó, de szép, na menjünk. Szóval, hogy gyönyörű. Ő nagyon nagy eladó, vevő, néző, utána jár, a legolcsóbb, turkáló, tehát imádja. Ez egy föltuningolt őszinte hirdetésben itt van példa, tehát hogy hány kilométer van az autóban, a kilométer óra állása szerint, de igény szerint oda tekered, ahova akarod. Igen, ez az őszinte. Ez én például, ha vennék valamit így használtam, én csak erre mennék rá. Az őszinteség nem tök jó? Hát igen, egyfelől persze.
Figyeljetek, csak ez. Gyerekek. Mostantól csak őszintén hirdetünk, jó? Uh-huh. Ha valami rohadmányosan ütve verve van, azt úgy hirdetjük meg, jó? Én most készülök eladni az automat, én se csalhatok? Hát te se, te főleg nem. Megkímélt, csalhatok? Gyönyörű, tip-top, sosem hagyott ott, szervízben nem volt, garázsban, csak női sofőr. Női sofőr, nem dohányzó, keveset futott. Minden, amit az autóról tudni kell, MP3-ban letölthető a Morning Show. Én csak külföldön tudom értékesíteni. A keveset futott az igaz? Az igaz. Mert hogy állt. Hát, sokat állt keveset. Jön, mondjuk azért a napoénye az lesz, amikor én feladok egy ingatlan hirdetést, hogy a eladó Kassa Tibornál lehet érdeklődni, csendes környezet. Nem? Igen. Tehát fő a marketinget, jó szomszéd, jó szomszédi viszony, jó fölépített szomszéd, jó felbrendelt szomszédság, de nem az őszintétlen hirdetések, amik ma reggel bökik a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Kassa Tibi. Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Na? A csúfot mindig bele tudjuk verni valami, főleg az ünnepek előtti. Sokat foglalkoztatok azzal, hogy ez a kötelező borravaló, hogy ez mennyire jó dolog. Ott arra jutottatok, hogy nem jó dolog, ugye a kötelező borravaló, hát, nem szerettük. A kötelezőt azt elvetettük, igen, az nem korrekt. Igen. Ha azért akartam csak előjáróban mondani, hogy azt elvetettétek, ugye? Ez fontos lesz majd az a témádnak? Az a témádnak? Igen, csapdát állítasz, ez fontos lesz majd a végelszámolásnál. Figyeljetek, főleg ünnepek előtt engem rohadtul idegesít, és nem azért, mert spúr vagyok. Én mindig jattolok, sőt, szerintem én indokolatlanul sokat is jattolok, mert... Jattolsz, vagyis fogsz kezet? Igen. Finom volt. Fogadj el egy kaszatédét. Isten fizesse meg, hogy mondjuk 2994 a számlád, és azt az összeget te már egyébként, tehát kiírva még látod, de a büdös életben nem fogod hallani. Tehát az már 3000. És így is van bemondva. Tehát minden egyes fizetésnél te már 3000, 5000, 6000, tehát az a 6-8 forint, ami ott még ott lenne, az már kimondva, az nincsen, mert úgyis odaadnád. Mm-hmm. Hát ugye 5-re fel kell kerekíteni. Miért? Miért? Hát mert 4-nél 5-re, de 4-nél egészre. Jó, abban simán, igen, van. Simán. De 4-nél 5-re, igen. Igen. De simán kerekítettek, 8-10 forintok, gyerekek, simán nincsenek már kimondva. Legyünk őszintén, kutakon már, vagy ilyen-olyan helyeken a pörgés van, ott egy 8-10 forint már simán nincs bemondva, fő van kerekítve, azt 3000 lesz, mert ránéz, azt úgyis oda fogod adni. Aha. És engem ez csak az a bajom, hogy tényleg odaadom, de ezt ne döntse elő, ezt majd én eldöntöm, és akkor majd én adok. De hogyha hogy kiszámolgatod, mondjuk főleg akár ünnepek előtt, mikor rohadt sokat vásárolsz, ott mondjuk egy 8-10 naponta így 10 forintokkal átizélnek, az annyit jelent, hogy 3-5-10 forintokat... 8-10-6 forint azért, az 60 forint. Egy nap az főszorzott, már 2-3 ezer forintról beszélgetünk, az ugye valakinek az pénz. Most nem, nyilvánvalóan nem lesz a kászent, nyilván nem erről szól a dolog, hogy én nem engedtek meg magamnak havi 3 ezer forinttal, nem lehet engem átvágni, sőt sokkal többet adok, de az elv alapvetően engem idegesít, amikor már összeget nem is hallod. Hát én vállalom. És ilyenkor... Az ítéletet? Vagy amikor az a fizetés? Nem megszületett, ha még akarjátok ezt nyújtani, nem, mert bennem megvan az ítélet. Én azt gondolom, hogy jattolni. Kell, én mindig jattolok is, mert azt gondolom megérdemlik. De ők meg akkor tegyék meg, hogy legalább, nem tudom, emberségből bemondják a normális összeget, és nem kerekít fölfele. És ezután is jattolsz? Vagy ezután már nem jattolsz, hogyha kifizeted? Amikor fölkerekíti, akkor vigyél azt, mert akkor ő megkerekíti. Ahogy adtam volna rá 200-at. Na. Aha. Na. Jó. Egyes szintű, abszolút indokolatlan fölkerekítés. Vagy kicsit korábban ölnek. Holnap már nem ölnek. Igazi szemét állatok vagytok. 9:30 lesz, szóval. 2 perc múlva arra gondoltam, hogy esetleg azért kellett ilyen gyorsan ítéletet hozni, mert nincs témát, Tibi. Rohadtul nincs. Ebben nem volt több. Én úgy odaadom azt a 6 forintot, mint a 20-at. Engem ez nem zavar. De nem azt mondtam, hogy nem adom oda. Csak azt mondtam, hogy ne kerekítse föl ő. Idegesít, érted? 9:30. Böki a csőrömet. 9:30, és talán arra kell gondolnunk, hogy hosszú évek óta, sok-sok lelkiismeretes készülés után... Várj egy picit, Bali, odaadom neki. Adjad szépen ide. Sok-sok lelkiismeretes készülés után, talán egy karácsony előtt, most az egyszer. Nincs témád? Rohadtul nincs. Rányomom, és megyünk tovább. Nincs témád? De van! Bár még mindig benne van a kilométerenek, ha nem megadott böki a csőrömnek, ez annyira ki volt találva. Ebben nem volt, annyira érzem. Figyeljetek, emlékeztek-e még arra a korszakra, amikor nem találtad a kulcsodat,
és megoldást kínál. Soha nem tudtunk olyat venni anyámmal, ami anyámnak a garrob szekrénye megtalálta volna a kulcsát. Két gyerek meg apám így jártunk, fütyültünk, a kulcs semmit nem csinált, egy nap alatt lemerült az elem, és sose találtuk meg. Visszaköszöntött ez a boldog korszak. Visszaköszöntött. Mostantól a mobiltelefonunkat kereshetjük fütyülészve. Van egy alkalmazás, ami a háttérbe fut, és mostantól fütyülsz, és csipog a telefon. Ne! Hogy hol van? Jó. Ez jó. Itt van, telepítve, tesztre készen, itt van a telefonomon, legyen az, hogy Balást megpörgeti Zsül, és mikor már szédül, akkor elkezdi keresni a telefonomat. Na, csukva a szemedet, Mali. Csukva a szemedet, elrejtem, okay. És lesz. A fütyülészve megtalálod. Nem, két dupla kézzel ne, fogom. Ne lessen, figyelj. Nem lessen. Gyerek korábban is így csinálta, hagyjad meg ezt a dupla kézzel. Na, rejtem, figyelj. Ja. Na, hú, tész ki. Azt a neki. Jó ide, elrejti. Na, már éve már bejelzett. Nem is fütyülsem, de ezt fütyüljél már. Tökre olyan volt, mint egy fütyülés, ahogy mondtad. Hallod? Mi vagy, aki Haki Tamás? Na? Hát ez nem hiszem el! Nagyon jó a program, Tibi, nagyon jó! És most jöjjenek a nap legjobb pillanatai! Kifütyült! Na, jó, most teljes csönd! Ja, kimondtam a fütyül szót! De maradj már csöndbe! Ő volt, nem ilyen fütyültem! Így nem tudom erre. Na. Várjál! Mehet! Okay. Ott van, Tibi, ott van! Jó, de erre nem lehet érzékenységet aha. Állítani? Nem az a baj, gyerekek, nem az a baj, hanem ezért ez... Kussolj már! Fütyüres barát! Nagyon jó. Ez egy hihetetlenül jó applikáció, Tibi, én nem töltöm le. Nem. De kösz! Nem az a... Rogy! De egyébként nem rossz. Kérdés, mennyire rossz. Szívja az aksit, de nem, önmagában nem hülyeséget. Igen, ez aztán tudod, mi szokott lenni ilyenkor, hogy van a fütyülés applikáció, a háttérbe fut, fele annyi ideig jó az aksit, mert egyébként mindent lemerít, és többet fogyaszt, mint a Google. Figyeljetek, nem ez a baj. Aha, ha nem? Hanem az, hogy ezért a szarén én 600 forintot fizettem tegnap. Eurocent, tényleg? Hát ez nem is eurocent, ez 2 euró. Hát valami nem tudom mennyi, de hát ugye azért rendesen fia. Na ez, hogy magától csiporog ez a rohadmány. 600 forintot meg sajnálod a benzinkutat. Igen, 600-at elkülteszi erre, 6-ot meg olyan sírsz ott hagyni. Nem érted, hogy mit mondtam, hogy attól ott csak azt nem akarom, hogy ő döntse el, hogy mennyit. Egyébként nem hülyeség, mert tényleg az ember nagyon sok helyre tudja eltenni a telefonját, tehát ezt meséltem nektek, a Viki legnagyobb telefonálhagyó, hogy mennyire jól jött volna neki ez a fütyülős dolog. Egy napon keresztül kerestük a telefonját. Egy napon keresztül, ezt talán elmeséltem. Tudod, hol találtuk meg? Leült a vécére, és a nadrágjából beesett a kagylóba, és nem egy igaz. Napon keresztül ott volt a telefon. És jártatok rá, és ízé közben... Ne, mi az ott? Célba lövök, tudod, és láttam, hogy a telefonja, de én örültem, hogy eltaláltam. Nem, valahogy bement a fürdőszobába, vagy a vécébe, és ott ilyen végső elkeseredésében fölkapcsolta a lámpát, felhajtotta, és belenézett. Viki, ez ne a te telód? Várjál csak, a tiéd nem barna volt. Neked nem ez is volt, Viki. És megtalálta a telefonját, beesett neki valahogy, igen, földön kerestük, letiltást, talált meg saját telefonon, benn volt a budiban. Ott nem tudom, hogy működött volna, nyilván a telefon elhagyta magát, egyébként fölállt egy napul. De hogy a leglehetetlenebb helyeken tudod elhagyni a telefonodat, erre jó a program, még a budiban nem, nyilván de olyat nem próbáltál, hogy mondjuk sugára, ezével vizelet sugára fölvenni hívást, meg ilyeneket, az baromi jó lett volna, jön egy anyát keres. Igen, kígyót játszom. Nem, ő találta meg végül, tehát ő jött rá, és ment be, mondom, ilyen végső elkeseredés képpen a WC-be, és ott volt. De tényleg el tudja adni az ember. Utalva arra, hogy ez a program nem hülyeség, szerintem nyilván megzabálja az aksidat 2 óra alatt, de egyrészt, jó lehet. Egyrészt megzabálja, másrészt meg ugye így nem fogod elhagyni, mert magadtól fogod föltöz vágni. Tehát, hogy ez konkrétan csipog neked egy ilyen 8-szor, és onnantól kezdve magadtól fogod föltöz vágni. Jó, ez maradjunk annyiba, hogy baromság. Mit vesztettünk el gyerekkorunkban? Tessék, én most kicsit visszagondoltam, hogy milyen ilyen nyomorúságos elvesztő sztoriaim voltak, amire jó lett volna egy ilyen megtalálós vagy csipogós dolog. Iskolatáska, komplett iskolatáskát vesztettem el az úgy. Hogy? Komplett iskolatáskát, egész nap kitartottam a hazugságom mellett, hogy az iskolába hagytam, mindenki meg volt nyugodva, mert én nem féltem, hogy baj lesz, egész nap kitartottam a sztorim mellett, hogy az iskolába hagytam, mindenki meg volt nyugodva, miközben pontosan tudtam, hogy rohadtul fönnfelejtettem a buszon. És nem mertem elmondani, pedig ott simán akkor gondolom valahol bevitték volna, és megtaláljuk, így Szőrén szálán. Tehát, hogyha valaki most hallja az adást, és nem tudom, 30 nála évvel ezelőtt... Kassa Tibi iskolatáskája. Emlékszik rá, hogy Kassa Tibike iskolatáskája. Ott volt a távolsági buszon.
Mindenképpen milyen járat volt? Helyjárat volt, és hát valamilyen Liget, Bérkert utca, nem tudom, vonalom mozgó, nem tudom, most fogalmam. Szerintem megvan, Tibi. Szerintem. Figyelj, simán lehet, hogy ez valahol... Állj. Most annak... egy buszvégállás, ha most nézett oda a sarokba, egy idős, őszülő, bajsz, buszvezető. Emlékszem, mikor 74-ben nem is éltem. Hát a Tibi év volt. Olyan szemetek vagytok. De hogy, figyeljetek, egy valamit szögezzünk le. Bármi, amit elvesztesz, az valahol a világban van. Tehát a mi elvesztett dolgaink valahol megvannak. Nem is vagy nem? Hülye. Erről beszélek, van itt Gógyi. Legjobb gondolatod. Van itt Gógyi, nem? Na ez egy iskolatáska nektek valami gyerekkorban? Hát nyilván toltartó, kesztyű, sapka, tornazsák, ugye akkor még külön volt a tornazsák, így rákötötted az iskolatáskádra, azt külön kellett vinni, vagy nem fér be, vagy nehéz volt, emlékeztek? Ez az oldalt, el. Oldalt lógó tornazsák, ez megvan? Hát akinek volt tornaórája, persze. Hát hogy találták azt? Miért kellett azt külön vinni? Miért nem lehetett betenni a nem táskába? Fért bele, nem fért bele, mert tele voltál cuccal. Hát azt állam volt a tornateremben egy ilyen kis doboz vagy láda, ami úgy nézett ki, mint egy ilyen szennyes tartó, és tele volt gyerekek által elhagyott zokni, nadrágokkal, pólókkal. Hát a zsámoly, nem? Vagy a dobbantó, amire ugrottál, azt is abban tartották, és ebben az volt az érdekes, hogy ez kicsit olyan volt, mintha a végzős diákok veszítették volna el, mert utána senki nem keres, mindenki tudta, hogy ott vannak az elveszett cuccok, de utána másnap bejöttek, és akkor nem keresték ott. Évről évre egyre több és több volt, és gyakorlatilag egy teljes kosárlabda csapatnak, vagy soha nem lesz meg. Egy foci csapatnak a meze készlete benne volt, és soha nem jelentkeztek utána már. Én egyszer a parkolóautomat vesztettem el úgy, jó, van olyan, hogy néha hogy nem találod. Ugye mindenki volt már úgy, hogy keresgél, ezt most tudja, hogy ellopták, hogy nem találod, aztán rá egy-két percre megtalálod. Én egy Forma 1 után úgy vesztettem el a parkolóautomat, hogy én följöttem a család, hogy jöjjenek értem, mert nincsen autó. Mentünk, és figyelj, szép az, hogy megesküdtem volna rá, hogy ide álltam. És ott álltam, hogy már hívtam, megküdtem volna, hogy az autó már nincs, én le is mondtam róla, majd téptem szét a forgalmiát. És persze, ott van valami. Jó, Jani, ne. Ebben a sztoriban nem az, hogy elvitik, a legjobb szó a rabló. A rabló. Rabló. A raboló. Rabló. Autoraboló. Mi történt, hogy elvitik az autóban? Rabló. Rabló. De ki segítség, rabló. Ki volt az a rabló? Nem mondjad, hogy menthetetlenül nem keresget, nagyon nyomorultan nem kerested már egy óriás parkolóba a kocsirat, úgyhogy meg volt arra győződve, hogy ez már nincsen meg. Dehogy nem, nagyon sokszor. De szerintem ezt inkább csajok csinálják. Kösz. Nem úgy, én is hagytam már el saját autót, de hogy a csajok többször. Tehát eleve ugye nem tudják, hogy hol parkolnak, nem jegyzik meg az utcát. Szerintem nők százai járnak úgy, hogy keresik a saját autójukat. És nyilván rablót kiáltanak ők is. Rablók? Rabló. Most az a bajod, hogy választékos vagyok? Nem, a rabló nagyon jó. Problémát, hogy kicsit visszanyúltam, kicsit a nyelvi gyökerekhez, ez a problémát? A rabló óriási. Na Jani, a kis Janik a könnyes szemmel megy haza. Szíjat hasítanak a hátából, mert elvesztette a... Én a kertünkben veszítettem el a szüzességet. Igen. És majdnem kikeresi. Emlékszem, nyitva hagytam a kaput, az bejött egy pöcés. Kiment rajta a szüzesség. Én rengeteg ilyen meciólót, fogót, csavarhúzót, ilyeneket. Az volt a közös jellemzője minden egyes esetnek, hogy előtte apám mondta, hogy ne vidd ki a kertbe, mert a kint hagyott megrosdásodik tönkre. Meciólót, csavarhúzó, mint nálam vonalzó, meg körző, meciólót, csavarhúzó. Minek vittem volna ki szögmérőt. Sose hagytam el meciólót. Megyek egy kicsit kigyoblálva a paradicsom palántás között. Viszek egy szögmérőt. Egy körzőt, meg egy vonalzót. És mindig kihagytam. És a közös pont egyes még az, hogy minden egyes után megvert az apád, nem? nem ruházott meg, de ez a következő évben előkerült, ugye, és mindegyik rommá volt rohadva, mindegyik szét volt rozsdásodva, használhatatlan, és apám mondta, hogy nem megmondta. Szóval, és Balázs, nálatok mi a helyzet? Csak azok kedvére mondanak, aki nem lehet, hogy Balázs éppen hívást fogadott a rovatomat. De fontos volt. Imádom ezt a csávót. Gyerekek, mindennaposak vagyunk. Neki most azért imádom. Mindent ott van a kis pocaklakó. Imádom. Te bármikor szülhetünk. De láttam, hogy Viki szívott. Szemét, nem. Minden idegen számot felveszek, mert arra gondolok, hogy Viki lemerült, és éppen elkérte valaki telefonját, hogy épp elfolyt a magzatvíz, megyünk szülni. Tehát akkor a témámat most tovább vihetem, következzen a 8. hónapi paranója. Nem, muszáj volt fölvennem, tényleg ezért veszek tőle. Megint a Robert-től hívt. Megjött az adat. Megjött az adat. Igazából szakszervizről hívtak, hogy megjött. Megjött a lengéscsillapító. Hogy ezt már ők sem tudják feldolgozni. Könnyes szemmel megy haza a kis Rákóczi Ferike. Nálunk nem lehetett elveszíteni semmit. Mert mindent hozzá tartak, hogy nem olyan családból származunk. Édesapám, elvesztettem a gulyát.
azért, ezt akarom mondani, hogy azért hány disznót hagytál el, amikor te vigyáztál a kondára. Az más, eladtuk, az más. Eladtuk, hogy legyen itt arra pénz. De nálunk nem volt jellemző. A kesztyű például föl volt varva a kabátra. Jaj, tényleg. Vagy keresztül volt bújtatva, ugye emlékszel? Keresztül volt bújtatva egy hosszú szál, hogy ne lehessen elhagyni. Az emberiség és a gyermeki lét ellen a legnagyobb bűncselekmény a bevart kesztyű. De tényleg, én értem, hogy ne hagyja el, de amilyen ronda, egyben nyilván praktikus, de hogy azt mennyire utáltad, amikor zsinórok, drótok közepette készültél, öltöztél, szörnyű volt, szörnyű. Bevezették ugye végig. Igen, a kesztyűbe. Volt, hát áthúzva a kabátodon. Tudtam, hogy súlyos gyerekkorod van, de a drótozás... nem volt pénzünk spárgára. Az még nekem is. Apám a kerítést lopta le az édesapja, érted? Apám ellopta a hét felső vezetéket, bedrótozott az azzal ment. És mindig csak első középső tartásban tudtam tartani. Jó, hát nektek moherfonából volt ilyen. Hát nekünk hol volt ilyen, érted? Nálunk két maltaros munkás kesztyűt adott apám, hogy ne fázol a kezem. És a rovat végére szeretnék egy közérdekű jellegű bejelentést tenni, aki 86 körül egy Commodore 64-es számítógépes magnót talált Szegeden a sportuszodában, egy szatyorban, az rohadjon meg, mert egy napig nem mertem hazamenni, hogy elvesztettem, jó? Egy Commodore magnót. Minek vitted uszodába a Commodore? Mert vittem számítógépes szakkörre, hogy másoljunk le játékot, és vittem a saját magnómat, mert úgy volt jó a fejállás. Jaj, jó. Akkor zárjuk ezt. Egy Commodore kedvenc játék, bármit mondhatsz, ismerem, biztos. Mi volt? Azték. Úristen, az meg vagy a YouTube-on az összes Commodore játékot vissza tudod nézni, és lejátszák neked pályáról pályára? Ismered, Feri, volt egy ilyen számítógép Commodore. Mi ez a számítógép? Az olyan, mint a disznó, csak digitális. A Commodore, a kutya. A Commodore, de az játszottál Commodore. Bizony, nálunk az volt a videójáték, eldobtad a csontot, visszahoztak. Csak nálunk, mikor megszökött, akkor volt egy Commodore 63. Commodore 48, igen. Ha valaki megtalálta, az legyen vele boldog, és egyben rohadjon meg egy ilyen kis kettősség. Jó? Félve kérdezem, hogy mennyire tudtam örömet okozni, mennyire tudtalak meglepni benneteket. Nem, de... A csörbökést, azt most nem említsük, ami egy igazi személyiség volt, amit csináltuk. Mert ne legyetek most rablók. Jó van. A csörbökés nem, de a többi abszolút. Jogos. Még a nyárfapőszmesére visszatérünk, amit már harmadszor is vissza fogok egyszer hozni. Magyar Hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Klassz FM-en.